és a stúdióban Gyéni Németh Erzsébet kezét csalkam, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Segítsen már nekünk ezt a vitát eldönteni, hogy akkor, ha az ember miniszter lesz, akkor működik például az ügyvédi irodája és egyéb gazdasági vállalkozásai érdekeltségei? Hát jelen esetben most konkrétan ugye a fideszes miniszterről, Trócsányi Lászlóról van szó, ő ugyan felfüggesztette a tevékenységét, tehát ő személyesen nem dolgozik most ügyvédként az irodában, ez a korrektséghez hozzátartozik, hogy ezt elmondjuk. Amit a Demokratikus Koalíció viszont sérelmez, az az, hogy hogy van, hogy egy igazságügyminiszter nevét viselő ügyvédi iroda ebben az esetben nem az államot, az önkormányzatot, a közemberek, az emberek pénzét védi, hanem a másik oldalon most jelen pillanatban az alagút építő céget védi ezekben a perekben, és hát azt sem felejtsük el, hogy ebben a perben, vagy ezekben a perekben, mert több perről van szó, már 12,5 milliárd forintot a mindannyiunk közös pénzéből kifizetett a BKV az alagút építő meg az egyéb peres feleknek, amikben bizony Trócsányi nevét viselő iroda képviselte az ellenérdekelt felet. Igen. Tehát mi ezt sérelmezzük. Ugye itt általában ilyen etikai kérdések is felmerülnek, ahogy ön is említi, de hogyha a Trócsányi iroda megváltoztatja a nevét, mondjuk Keresztes és társa, vagy ügyvédi... Kárász. Nem lenne rosszabb, nem lenne rosszul. Ugye, az 0,1%-os vagy 100%-os utalék. Na, komolyra fordítva a szót, akkor ki lenne húzva a méregfog a dolognak, hogyha már más nevét viseli az iroda? Szerintem egy ügyvédi iroda eldöntheti, hogy milyen pereket vállal el. Értem. Tehát, és hogy is szólt a klasszikus mondás, elnézést, hogy tisztességesnek nem csak lenni kell, hanem csak annak is kell látszani, mondta ezt Kósáné Kovács Panna, így van. Egykor. Tehát nyilván, hogyha a miniszter, mert ugye neki az érdekeltsége megvan ebben az irodában, tehát nem csak a nevét adja, hanem ő ebben tulajdonostárs is volt, ha jól tudom, nagyon sokáig, meg most is van még valami jövedelme, valami részesedése innét, akkor azt gondolom, hogy ennek az irodának nem kéne ilyen megbízásokat, ügyvédi megbízásokat elvállalni, akkor, amikor egyébként a névadó az igazságügyminiszterként funkcionál. Igen, igen. Hívjuk meg a miniszter urat, ide tisztázzuk. Szeretettel várjuk az igazságügyminisztert. Ma küldjünk neki egy e-mailt. Ja. Valószínűleg azért nagyon sok néző fejében most, hogy beszélgetünk erről, és itt röpködnek a milliárdok. Miből adódik ez a 12,5 milliárd forintos kártérítés? Tehát tenném hozzá 23 milliárddal több már az átadása. Na, az még a másik kérdésem lett volna, igen, hogy az miért lett ennyivel drágább, de most, tehát, hogy miből fakad ez a nagy kártérítés? Az a baj, hogy ebben senki nem lát teljesen tisztán. Én éppen ezért a holnapi fővárosi közgyűlési ülésen, vagy fővárosi közgyűlési ülésen meg fogom kérdezni a főpolgármestert, hogy akkor hogy van ez az egész 4-es metró befejezés, kártérítés, milyen perek vannak még folyamatban. Ugyanis mi a fővárosi közgyűlési ülésen mindig azt halljuk a főpolgármestertől, hogy ők befejezték, ők rendbe tették ezt a dolgot. Ami per volt, az már lezárult, itt minden rendben van, tessék szépen tovább haladni. Most ehhez képest számomra is meglepetés volt, hogy a 24.hu hangozzék már el, mert ők végezték el ezt a munkát. Kikérték az adatokat a BKV-tól, és ebből derül ki, hogy 47 per volt ebben az ügyben, ami a 4-es metró építését jelenti. Ezeket ugye 2010 után volt, amit a főváros indított a kivitelezőkkel szemben, és a nagy részét pedig a kivitelezők indították a BKV-val, vagyis a fővárosi önkormányzattal szemben, és ezek közül zárult lemenet közben ez a jó néhány per, aminek a vége, hogy ezt a 12,5 milliárdot ki kellett fizetni. Hogy a kedves nézők, bocsánat, csak egy mondat már, hogy a kedves nézők értsék, hogy ez mekkora pénz. Igen. Ez körülbelül annyi, amiből a BKV dolgozóinak, járművezetőknek ki lehetne fizetni a béremelést, amire ugye most már sztrájkbizottság is alakult, mert a szakszervezetek szeretnék, hogy ezt a béremelést megkapnák a BKV sofőrjei. A 24.hu által kiperelt információk egyike az az, hogy az eljárások többsége ebből a 47-ből 38 per a nyilvánosság teljes kizárása mellett választott bíróság elé került. Mi az előnye a választott bíróságnak azon kívül, hogy a nyilvánosság teljes kizárásával járhat? Ugye akkor, amikor ilyen üzleti ügyekről van szó, mert ez nem csak a közbeszerzéseknél, hanem bármilyen más üzleti ügynél szerződéskötéskor, ugye kiköthetik a felek,
hogy választott bíróságot, és hogy melyik választott bíróságot fogadják el közösen. Ez már a szerződésben benne van. Ez már a szerződés kötéskor, hogy ha esetleg a későbbiekben lesz vitás kérdés, akkor hova fordulhatnak, és ezekben az ügyekben ezek szerint akkor itt a többség az választott bíróság előtt zajlott. Mi szól mellette? Még egyszer kérdezem, azon kívül, tudunk róla semmit. Hát nézem, én nem vagyok jogász, tehát igazából ennyire nem tudok ebben elmélyedni. Nyilván van egyfajta bizalom, akkor, amikor mondjuk majd adjunk akkor a BKV-nál, vagy a Fővárosi Önkormányzatnál, hogy kiírt egy közbeszerzést, azt valamilyen cég, vagy valamilyen cégek megnyerték, és akkor az elején még senki nem gondolja, hogy ebből lehetnek problémák, vagy nagy vitás kérdések, és akkor előre megállapodnak abban, hogy milyen választott bíróságot fogadnak el. Nyilván itt üzleti érdekek is szerepet játszanak, hogy ez nem a nyilvánosság előtt zajló bírósági tárgyalás, vagy választott bírósági eljárás. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel a részével, hogy maga ez a választott bírósági eljárás nem nyilvános, ezzel nincs baj. Azzal van baj, hogy így derül ki, hogy a fővárosi adófizetőknek 12,5 milliárdjába kerültek ezek a perek. Ezzel van baj. Azért az a baj, hogy tudja, amikor a 4-es metró ugye szóba került, mi is az adásunk során rengeteget foglalkoztunk. Korrupciós ügyek, alapjelentés, stb. Hadd ne soroljam. Mindannyian szerintem az életünk során legalább egyszer már túl voltunk egy lakásfelújításon, nem? Biztos. Jó. Szuper. Mindannyian megértjük azt. Messziről indulok, de majd érteni fogjátok mindjárt. Mindannyian részt vettünk lakásfelújításba. Mindannyian tapasztaltuk azt, hogy amit mondott mondjuk a vállalkozó, kivitelező, az egy kicsit drágább lett aztán, amikor befejezte a munkát. Mit szólnál, ha ötször annyiba kerülne, mint amennyiért elkezdte? És pont arra vagyok kíváncsi, hogy ez a másik része, amit a Kriszti már egyszer így felvetett a beszélgetésünk elején, hogy lehet valami 23 milliárd forinttal több, vagy drágább? Úgy 23 milliárd forinttal több, hogy erre az esetre, ugye ez egy hosszú beruházás, sokáig zajlott, persze, nagy pénzekről van igen. Szó, igen. Meg a nagy erre beruházás. Erre eleve elkülönített a főváros, illetve a BKV jó néhány 10 milliárdot, hogy ezeket a vitásügyeket rendezzék. Tehát itt azért nem kell elfelejteni azt, hogy ezt a metróépítést akkor 1998-ban Orbán Viktor 4 évre leállította. Tehát ez a metróépítés, ez ezért tartott ennyire sokáig, mert volt benne 4 év szünet, akkor is pereskedett, akkor a főváros pereskedett az állammal. Tehát egy ekkora beruházásnál előfordulhat ilyen. Ezzel együtt amivel nagyon kíváncsi van, vagyok. Én is kíváncsi vagyok, ezért fogom mondom holnap megkérdezni. Amivel itt baj van, hogy erről sem a fővárosi képviselők, sem a közvélemény nem tudott, hogy ennyi per ilyen összegben folyik, és ez végül is az adófizetők, a budapestiek kárára zárult le. Tehát én is kíváncsi vagyok, hogy mi az indoka annak, hogy ennyi pert elvesztett a BKV. Egyáltalán akkor érdemes volt-e perelni, ki volt, aki beperelte a másikat, tehát a BKV kezdeményezte a pereket, vagy pedig a kivitelezők. Tehát ezeket szépen mind-mind el kell göngyölíteni, és hát még egy fontos dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. A 4-es metróval nem csak ez a probléma, hogy még ezek a peres ügyek nem zárultak le, és ennyit kellett fizetni, hanem az is a baj, hogy 9 év alatt Tarlósék ezt a metrót nem fejezték be. Két végét meg kellett volna építeni, a Bosnyák térig a 4 megállót, meg Budaörsön a Virágpiacig azt a 2 megállót, és akkor legalább maga az építés része rendben lenne. Ahhoz mit szól a Robival, azt is olvastuk ugye a Závec Research felmérésében, hogy 4 ellenzéki párt összefogásával már megszorítható, 5 párti együttműködéssel pedig stabilan verhető lenne a Fidesz a fővárosban az önkormányzati választáson, de maguk az ellenzéki szavazók sem hiszik, hogy ez megtörténhet, még azok sem, akik szeretnék. Hát ebből a közvéleménykutatásból az is kiderül, hogy ha együttműködik az ellenzék, akkor annak lehet egy olyan lelki fordulata a választókban, vagy hozhat egy olyan fordulatot, hogy el is hiszik, hogy tényleg leváltható a Fidesz és Tarlós István. Úgyhogy most mi ezen dolgozunk, hogy ez az 5 párt legalább, a Demokratikus Koalíció, az MSZP, a Párbeszéd, a Momentum és az LMP valamilyen formában jövő, illetve bocsánat, már idén van, idén ősszel működjön együtt, és akkor az a várakozás, amit a budapestiek szeretnének, és 53%-a budapestieknek, Budapest élén egy új főpolgármestert akar látni, úgyhogy ezen dolgozunk, hogy ez meglegyen. Karácsony Gergely ugye a DK Párbeszéd és az MSZP főpolgármester jelöltje, meg lesz majd júniusban ez a második forduló, ahol nekem nincs kétségem, hogy Karácsony Gergely mellé föláll a többik párt is, és akkor le lehet váltani a Fideszt. Hát igen, de azért még itt van Puzsér Robert és Puzsér Robert stábja. Tehát azért hát azért ne értékeljük túl, mert csinálni. Ez a közvélemény
véleménykutatás az arról is szól, hogy Karácsony Gergelyt 38%-a támogatja a budapestieknek. Most. De még akkor Puzsai Robert majd öt, még jön? Öt kemény százalékkal támogatja. Innen szép nyerni, Robi! Tehát én azt gondolom, hogy ennek a városnak egy olyan főpolgármesterre van szüksége, amilyen Karácsony Gergő, és nem hiszem, hogy olyan emberekkel kéne foglalkozni, akik csak a zavarkeltésben érdekeltek. Most kire gondol? Hát Puzsérra természetesen. Értem, Budakára most be kell fejezni. Őt is várjuk a stúdióba újra szívesen. Várjuk, mindenkit várunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, hogy velünk ezt a napját.